Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes, de egy picit periférikus témát fogunk feldolgozni. Méghozzá a terminálos munkával kapcsolatos elgondolást szeretném bemutatni. Mi a legnagyobb ellenérv a terminálos munka ellen? Egyszerűen az, hogy kezdőknek, illetve középhaladóknak gondot jelent a sok gépelés. Nyilvánvalóan, aki megszokta, hogy egérrel ide-oda és amoda kattint és elvégzi a gép a feladatot, ő neki ez idegen lehet. A másik, hogy összetett parancsokat használunk. Az összetett parancsokra itt szeretnék egy példát hozni, ami így néz ki. Ez gyakorlatilag annyit csinál, ez a hosszú, sok karakteres parancs, hogy a könyvtárba, ahol állunk, az összes alkönyvtárat be fogja tömöríteni számomra. Hát én azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek van kedve esetleg többször ezt begépelgetni, ami igazából hosszú idő, meg ráadásul, hogyha valamit elütünk, akkor már értelemszerűen nem ugyanazt az eredményt fogjuk megkapni. Ezt felismerték egyébként az összes operációs rendszernek, inkább úgy mondom pontosabb, biztosan felismerték a Linux operációs rendszernek a készítői, az emberek nem szeretnek sokat gépelni, ráadásul nem káptalan a fejük. Ezt le kéne rövidíteni, zanzásítani kéne, és adni neki egy rövidebb nevet, mondjuk akármilyen nevet, és utána azt a rövidebb nevet begépelve végezze el a feladatot az adott program. Azaz, rövidítsük le. Ehhez találták ki az alias, azaz álnév felkiáltású gondolatot, ami egy nagyon kényelmes dolog. Miért kényelmes dolog? Egyszer kell jól megcsinálni, utána örökké valóságig tudod használni, amíg ki nem törlöd, vagy nem deaktiválod a dolgot. Hogyan működik az alias? Nyilvánvalóan az alias úgy működik, ahogy elmondtam, és ez nagyon fontos. Van egy rövidített álnév, ami álnévként szerepel, hívószóként szerepel a hosszú és sok karakterből álló bonyolult parancsnak. Ezt hogyan oldjuk meg? Én praktikussági okokból nem az előbb bemutatott, példaként hozott össze-vissza sok egyéb karakterből álló parancsot, amit tevőleges, tehát csinál is valamit ténylegesen betömöríti a könyvtárakat, azt fogom példaként hozni, hanem egy nagyon egyszerű és igazából kárt vagy felesleges munkát el nem végző parancsot fogok bemutatni, ezt fogjuk lerövidíteni. Mi ez a parancs? Mindenki ismeri az echo parancsot. Ez a parancs annyit csinál, hogy echo, tehát visszhangoz. Ha kiadom ezt a parancsot, légy szíves visszhangozni, kiradni a terminálra, alapesetben a mögötte lévő karaktersorozatokat. Echo teszt szöveg az aliashoz, mit fog csinálni? Nyilvánvalóan leenterezem, és kírja azt, ami az echo mögött van. Ebből fogunk echo parancsra, hosszú parancsra csinálni egy rövidke kis aliaszt, azaz hogyan fogjuk megcsinálni. A példát előkészítettem, csak bemásolom, nagyon egyszerű a dolog. Nagyon egyszerű az aliaszok felépítése. Megjegyzi az ember, és utána nem lesz vele gond. Tehát beírjuk, hogy aliasz, tehát magát a parancsot, légy szíves eltárolni magadba azt az aliaszt, azt az álnevet, amit én most megadok neked, méghozzá a szöveg. Felkiáltású rövidke kis karaktersort, és hogyha én ezt beütöm, az egyenlőség mögött lévő karaktersor parancsokat légy szíves végrehajtani. Tehát figyeljünk, aliasz, van az aliasz név, tehát az, hogy szöveg, szöv, és utána jön szóköz nélkül az egyenlőségjel. Arra nagyon figyelj, hogy a aliasz név mögötti egyenlőség előtt, után nincs üres hely. És nyilvánvalóan utána jön az a parancsor, amit előtte kipróbáltál, hogy működik, egy az egybe beírod. Tehát echo, tesz szöveg az aliaszhoz. Ezt leenterezzük. Oppá, mi történt? Ez a parancsor hibás. A következő dolog, ami nagyon fontos, és ezt el szokták hibázni, és én is időnként, amikor nem nagyon figyelek oda, elfelejtem idézőjelbe, dupla idézőjelbe, tehát kettős macska körömbe kell betenni azt a parancsort, amit idézünk. És utána már működni is fog. Működik? Hát úgy néz ki, mintha nem történt volna semmi, de ő maga eltárolja azt a parancsot, amikor már szabványosan megadtuk, amire nekünk szükség van. Hogyan tudjuk kipróbálni? Hát természetesen beírjuk, hogy szöv, ami nem egy parancs,
ilyen parancs nincs, nekem ilyen scriptem nincs, és beírom, és utána kiírja természetesen, hogy teszt szöveg az aliashoz. Elvégezte a parancsot, nyilvánvalóan itt csak egy szövegkiratás volt, de esetlegesen az előző eredeti példa szerint elkezdte volna legenerálni azokat a tömörítvényeket, amik az adott parancsban elvégzendő parancsként szerepeltek, azaz az összes alkönyvtárat letömörítette volna. Oké, tehát gyakorlatilag elvégeztük. Az aliaszoknak, meg egyéb-egyéb dolgoknak is a Linux alatt minden lehetősége megvan arra, hogy kényelmesen dolgozzák. Az aliaszoknak a másik nagyon jó tulajdonsága, hogy akármilyen néven el tudsz menteni egy parancsot. Tehát megadtuk aliaszként a szöv karaktersort, hogy ezt a hosszú parancsot legyen szíves elvégezni. Ha úgy gondolom, és jelen pillanatban úgy gondolom, persze másolni fogok, nem beírogatni, hogy nem csak a szöv karaktersorra szeretném ezt a szöveget kiiratni, hanem a T betű. Erre azért figyeljetek, egybetűs, kétbetűs aliaszokkal úgy van az ember, hogy azért nehéz megjegyezni, de példaként T betű aliaszra is beadom ugyanezt a parancsot, ezt a lehetőséget lenterezem, beütöm, hogy T, látjátok, semmi egyéb, és meg is végezte azt a feladatot, nyilván a kiiratás, amire én parancsot adtam. Oké, nyilván mindenki sejti, hogyha én most újraindítanám a gépet, új munkamenetet indítanék így pontosabb, akkor ezek az aliaszok nem tárolódnának. Jegyezzük meg! Azok az aliaszok, amiket így tárolunk, azok természetesen el fognak tűnni újraindításkor, új munkamenetkor, ezt valahogy rögzíteni kell. De mielőtt mi rögzítenénk az aliaszt, nézzük meg, hogyan lehet valamilyen aliaszt eltüntetni. Most a szöv, illetve T betű beütésére kiratja ezt a szöveget. Én úgy gondolom, hogy teljesen fölösleges kettő darab aliasz, nem mint hogyha helyet foglalna, de én most jelenleg úgy gondolom, hogy kettő darab aliasz ugyanarra a feladatra felesleges, és szeretném a T betűs aliaszt eltüntetni, beírom, hogy un aliasz, és akkor jön utána a T betű. Nem kell kiírni. Nem kell kiírni, erre figyeljünk, és ebbe sokszor beleesik az ember a parancsot, csak meg kell adni a hívónevet, a T betű, un aliasz T, semmi nem történik, ahogy a T betűt beírtam, kérja, hogy ez a parancs nem található. Miért írja ki? Mert nyilvánvalóan megnézte azt, hogy van-e ilyen gyári parancs, hát nem volt. Megnézte, hogy van-e a script, aminek az a neve, hogy T, és akkor a scriptet szerette volna futtatni, de hát ilyen nem volt, és utána végül megnézte, hogy van-e esetleg olyan aliasz, mint például a T betűre beadott aliasz parancs, de hát ilyen parancsot nem fog tudni végrehajtani. Ennyi, tehát egy aliaszt el tudsz tüntetni az adott rendszerből, hogyha nincs rá szükséged. Hogyha az összes aliaszt szeretnéd letiltani, akkor mit kell csinálni? Un aliasz, és hát nyilván az összesre az all parancs, tehát az A betű, all, összes, az lesz, ami megfelelő, un aliasz, kötőjel, itt fontos a kötőjel az előbb, nem kellett kötőjel, nem kellett semmi kapcsoló, semmi, csak az aliasz névet megadni, az összeset el fogod tudni tüntetni. Hát én jelen pillanatban el fogom tüntetni az összeset, és akkor megnézzük, hogy a szöv elnevezésű aliasz működik, nyilvánvalóan, mivel hogy töröltem az összes aliaszomat, figyelj arra, hogy ez az összes aliasz deaktiválja, illetve törli, amiket tud, így bizony az eddig beírogatott aliaszok el fognak tűnni. Természetesen nem célom az, hogy eltüntessem az összes aliaszt, természetesen nem célom az, nyilván a gépelés és a hibázási lehetőségek miatt nem célom az, hogy én folyamatosan minden munkamenetnél megadjak 5, 10, 20, 50, akármennyi aliaszt, hát ha lesz rá szükség, ezt valahogy kulturáltabban rögzíteni kellene a rendszerbe. A rögzítés nagyon egyszerű, megkeressük azt a fájt, amibe bele lehet írni az aliaszokat. Logikus feltételezés az, hogy a shellhez tartozó fő konfigurációs fájhoz tegyük bele azt a konfigurációt, ami az aliaszokat tartalmazza. Logikus, mindenki tudja. A fő konfigurációs fáj a bash
elnevezésűnél a .basrc, a ZSH-nál .zshrc. Ha más shellt használsz, más parancsértelmezőt használsz, nyilvánvalóan megnézed a leírásba, hogyan tudod az aliaszokat rögzíteni. Hogyha bemész a főkönyvtáradba, a saját home főkönyvtáradba, megkeresed a basrc-t. Hát láthatóan nincs meg a basrc. Miért nincs meg? Mert rejtett. Pont basrc az elnevezése, így bizony elő kell keríteni az összes rejtett könyvtárat, rejtett fájlt. Ezt általában nem mindig a Ctrl-H lenyomásával éred el, ha nem, akkor a menüben lehet keresgélni, hol tudod beállítani azt, hogy a rejtett rendszerfájlokat is lásd. Bár mindenkinek egyértelmű, a rejtett és rendszerfájlok nem azért vannak eldugva, mert titkos anyagok, és szeretik szivatni az embereket, hogy azokat elő kell varázsolni, hogy lásd. Azért vannak eldugva, hogy azért véletlenül törölni, vagy véletlenül beleírogatni, vagy véletlenül eltolni, összebarmolni ne tud. Tehát egy lépés kell ilyen ahhoz, hogy te hozzáférj. Megkeressük a basrc-t, látható pont basrc, rákattintunk, mivel nyissuk meg, azzal nyitod meg egyébként, amivel szeretnéd. Nekem a subtext van jelenleg beállítva, illetve azt szeretem én most használni, és látható, megnyílik, hogy ez hogyan néz ki. Neked rövid, hosszú, vagy nagyon hosszú, vagy kilométer hosszú, vagy háromsor, az teljesen mindegy jelen pillanatban olyan, amilyenre te beállítottad, vagy a disztribútorod elkészítette. Oké, alias, hát nyilvánvalóan az aliaszok között kellene keresgélni. Sokféle megoldás van az alias megadására. Én azt mondom, hogy a legegyszerűbb alias megadása ez. Tehát megadod, úgy, ahogy az előbb láttad. Alias, ez a parancs, megmondjuk, hogy ez egy alias legyen, megadjuk neki azt a 1, 2, 3, 4. 4 fölé ne menjünk, jó? Mert akkor már ugyanott vagyunk, hogy sokat kell gépelni, 3, 4, esetleg 5 karaktert, ami helyettesítő névként szerepeljen, majd egyenlő, és jönnek az idézőjelek. Azaz, azt mondjuk ennek a rendszernek, hogy legyen egy aliaszunk, most csalok és be fogom másolni, és meg is adtam. Azaz, gyakorlatilag lerögzítettem egy konfigurációs állományba azt, vagy azokat. Nyilvánvalóan praktikusági okokból azt javaslom, hogyha van 4, 5, 10, akárhány ilyen aliaszként eltárolt akármit parancsorod, hosszú is lehet, összetett is lehet, akkor az egybe és odafigyelve rögzíts le, és utána, amíg ezt a basrc-t vagy zshrc-t használod, odáig nem lesz vele gondod, csak be kell gépelni azt a pár betűt. Oké, azt mondtuk, hogy alias, s, és megint ki akarok iratni. Hát természetesen lementjük a konfigurációs fájlunkat, majd nyitunk egy új terminált. Nyiss új terminált. Régit bezárod, újat nyitsz. Ennyi. Vannak lehetőségek akkor is, hogyha nyitva van a terminál, és beszeretnéd olvastatni frissített állomány, konfigurációs állomány, vannak lehetőségek, itt a képernyőt látni is fogod, de szerintem ennyit beírogatni fölösleges, inkább kilépek, belépek egy terminálba, vagy egy új terminált indítok, akkor, amikor szerkesztetem. Tehát ezzel akkor kell élni, ezzel a parancsal, a forrás, új forrás megadásával, amikor szerkeszted a basrc-t vagy a zshrc-t. Oké, elméletileg és gyakorlatilag is indítottam egy új terminált. Az S betűhöz rendeltem egy kiiratást, S betű, semmi más, Enter, és kiírta. Azaz, ennyi az egész. Gyakorlatilag nagyon egyszerű lépésekkel egyszer kipróbálom terminálba, működik. Lerögzítem a basrc vagy a zshrc-be, és utána működni fog a dolog örökre. Amíg azt a basrc-t használod, odáig például jelen pillanatban az S betű lenyomásával, vagy akár itt az LA, L, LL, D-cip, ez már a sajátom, D-cip lenyomásával elvégzi azt a munkát, amit kell. Nem kell sokszor beírogatni. Arra jó, hogy nagyon hosszú, nagyon összetett parancsokat leegyszerűsíts, annélkül, hogy neked scriptet kéne írni. A script sem bonyolult, de azért az alias egyszerűbb.
Még egy dologra szeretnék kitérni, amit én vagy használok, vagy nem. Na hát ezt menet közben mindig el szoktam dönteni. Az, hogy a BASF-RC-be nagyon sok a BASF-ra, a ZSH-RC-be pedig a ZSH-ra, az egy másik shell, szuper volt róla szó, mind a kettőt nagyon szeretem, ezeket szokták a legtöbbet használni. Arra vonatkozó iszonyat mennyiségű beállítások közé betuszkolni még egy ilyen alias megadás, és hogyha ez az alias megadás, láttam olyan oprendszert, illetve disztribúciót, ahol megadtak vagy 100 darab aliaszt, ami a gyártónak, a disztribútornak a kedvenc aliaszai voltak, plusz ha az ember rákap annak az izére, hogy 3 karakter beütésével el tud végezni egy komoly munkafolyamatot, akkor még ő is csinálja. Nekem olyan 40 darab aliaszom van. Csinálja ezeket az aliaszokat, akkor a végén betűdömping lesz a BASF-RC-ből. Hát erre kitalálták, és nagyon jól kitalálták azt, hogy ezeket a blokkokat, egy-egy blokkot ki lehet emelni a BASF-RC-ből, és utána egy külön szövegfájlba tároljuk. Itt meg is van adva, hogyha, ez azt jelenti, hogyha neked van egy olyan állományod ebben a megadott könyvtárban, nyilvánvalóan logikusan abba a könyvtárba rakjuk be ezt a különálló fájlt, amiben a BASF-RC van, akkor légy szíves ezt beimportálni az agyadba, és légy szíves megnézni, hogy mi a szöszöket írogatott be ez az ember abba az alias elnevezésű fájba, és azokat az aliaszokat, vagy egyéb konfigurációs dolgokat légy szíves már használni, azaz ki tudod emelni az alias blokkot, be tudod tenni egy külön állományba, és az a külön állomány logikusan csak például az aliaszokat fogja használni. Nagyon sok olyan program van, illetve inkább azt mondom, több olyan programmal már találkoztam, ami ezeket a kiemelt és külön fájlba rakosgassuk bele a dolgokat rendszert támogatja, hát természetesen a BASF-RC is támogatja ezt a rendszerező lehetőséget. Egy 10-20 darab alias összerakása gyakorlatilag nem egy nagy gond, az belefér a BASF-RC-be, de hogyha már szeretsz egy kis rendet tartani, és nem olyan slendriánul dolgozol időnként, mint én, akkor természetesen külön állományba is, a megadott, pontosan megadott állományban is látni fogod. Hogy nehogy azt mondjátok, hogy csak a szám jár, nekem itt van a BASF aliaszoknak az üres állománya, és úgy gondolkodok rajta, hogy majd amikor, mert a bemutató végén vissza kell rakosgatni az aliaszokat, ebbe az állományba fogom berakosgatni. De hát pontosan úgy, de szó szerint vegyétek, pontosan úgy, ezt fogod, kimásolod és beteszed. Pontosan úgy kell használni, mert ő be fogja emelni ezt a szöveget a saját állományába, amikor elindítod a terminált, és utána használni is fogod tudni. Azaz van lehetőség magába a konfigurációs fájlba, és van lehetőség egy külön állományba is berakni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Egyetlen egy gondolatot osztanék meg a végére. Használd! Miért? Mert egyszerű. Egyszer csinálod meg, és utána, persze egyszer jól megcsinálod, ezt mindig hozzá kell tenni, és utána nem változtatunk ezen soha többé semmit, hogyha arra nincs különösebb igény, leemeli a válladról az összes olyan gépelési, hibázási problematikát, ami igazából a terminálos munka ellen szól. Köszi szépen, sziasztok!